Sziasztok, üdvözlök mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Százharminchat ismerősöm van, drágáim. Kövessetek itten továbbra is. Sziasztok! Későbbet megyek, volt be még, mert egy-két dolog hiányzik. És, drágáim, tehát gyertek akkor későbbet is live-ba, amikor majd főzök, de úgy néz ki, hogy másodikat is kell főznöm, mert nem csak frankfurt leves lesz, hanem valamilyen vagy sütök, vagy főzök valamit, másodikat is. És akkor gyertek majd live-ba, és nagyon sokan gyertek felfele majd. Megvárt, míg feljöttök. Négyen vagyunk innen nézve. Az is jó, drágám, bundáskrém, mert tojás van. Mindet nem csesztem, kenyér bőven van. Igen. Az egy-kettő megvan, kihavarom a tojást, kikeverem, belemáltam a kenyét, és meg is van forró olajba. Igen. Arányosan el vagyok, Etelka. Négyen vagyunk, angyalkáim. Megvárom, még feljöttök, kicsikém. 132 ismerősöm van, jó számoltam. Követőm. Thank you.
Hatan vagyunk, megvárom, még jöttök felfele. Harriet, oké. Hatan vagyunk, megvárom, még fejtök többen. És akkor... Köszi, szia Dávid! Oké, Dávid, kösz! Hello, tokósülük! Szia, Kitty! Köszi. El vagyok nagyjából. Szia be, sebők, Viki. Magamat sminkeltem ki. Csak műpillát nem bírtam tenni. Értem, sebők, ki értem. Csak ez, ami már körülöttem megy, ez felháborító. Aha. Igen, mert nem szokhattad meg, Orsulik. Nekem most nincsen rajtam. Szia Mári Krisztina, későbbet főzök. De úgy tűnik, hogy második is lesz, mert pont most fogyott el a rakott krumpli. Nem gondoltam, hogy elfogyik. Hát ettünk is bele, meg bitt is a párom kenyérrel. Így nyilván elfogyik. Egy kicsit. Igen, köszi. Igen. Hát olyan leves, amiről beszéltünk, az a frankfurti. Megpróbálom, megcsinálom, ha találok, savanyú káposzta van. Elvileg megbírom csinálni vele, noha fejes káposztát nem találnék. Leves lesz, meg másiknak úgy gondoltam bundás kenyér.
különlegesen. Mai késő délután estére. Úgy mondhatnám, rend van. Már csak a ruhákkal kell majd valamit csinálnom, hogy hova hajtsam be őket. Igen, kell káposzta, hogyha találok, akkor csinálok azzal, de ha nem, akkor savanyú káposztával. Na, ez jó, egy kis teával. Igen, jó, és mondod, mert teát vettem. Na jó, hogy említetted, Csebők Viki. Igen, teával. Na basszus, majd említsétek meg, hogy teát csináljak. Igen, ez így van. Így van, így van, Dávid, így van. Én örültem, hogy a napokban tudtam kaját szerezni, tényleg. Komolyan. Hát igen. Lehet, nem tart semmiből. Lehet, megcsinálom a teát mindjárt. De azt se tart semmiből, gyerekeket. Figyeljetek! Egy, kettő, három rózsa van. Tehát figyelj! Igen, igen, kinyomó sajtot. Igen. Majd figyeljetek, nagyon finoman megcsinálom, gyerekek. Majd figyeljétek, meg van nektek van meglepetésem majd. Hogy fogom a bundás kenet megcsinálni. Na figyeljétek meg! Igen, igen, Sebők. Hát nem kell bíbelődnöm, sem meg mégis van valami kaja. Igen. Kicsikét el vagyok, meg mondtam, hogy elmegyek a boltba, meg egy kicsikét kiszerültettem a fejemet érni, egy-két óra múlva megjövök. Tehát háromfele elmegyek, ilyen négy és hat között ittum vagyok. Oké, Sebők Viki, menjél, drága, majd beszélünk. Oké. Aha. Igen. Na, mondom, nagyon-nagyon finoman csinálom meg, gyerekek, hogy figyeljétek meg, hogy mibe kenem meg. És közben, de elsőnek, belem álltam tovább, hogy figyeljétek meg, hogy mit fogom, mivel fogom még átoldani. Igen.
Igen. De ezt hogy lehet megoldani kenyérbe? Igen. Na, van gyerekek, valami lesz majd. Gyerekek, valami lesz majd. Hello, Szelesné, Szabó, Jolán. Karusza, hello! Lehet, hogy csinálok valami olyan, mint a meleg szendvics. No, meglátom. Igen, igen, Karusza. Itt van Karusza. Oké, orsulik. Mondom valamit, okodok, valamiképpen megcsinálom. Nem, nem. Azt írom, hogy talán egy. Azt hiszem. Egyetlen, egy szem esett le. De meg se látszik. Oké. Visszatér a dolgokra, gyerekek, figyeltek rám, kicsikém. Ma hónap lehet, hogy nem lesz nálam a telefon, mert valójában rendetlenkedik, így beadom, megcsináltat, mert a képernyője nem túl jó. Meg rendetlenkedik a telefonom, és akkor lehet, hogy nem leszek egy pár napot. Szia, Robi! Oké, Orsulik. Így is már hűt a telefonom, és akkor gyerekek, egy pár napig nem biztos, hogy leszek, de nem biztos, mert úgy fogjátok tudni, ha írok vagy jelzek. Készülök, gyerekek, addig puszilok benneteket, drágáim, későbbet leszek. Mindenkit puszilok.